Sok szeretettel köszöntelek, Robi, és sok szeretettel köszöntök mindenkit, aki néz és hallgat bennünket. Az előző videóinkban Robival fejest ugrottunk a traumák témakörébe, megtudtuk azt, hogy mikor és hogyan keletkeznek, illetve azt is, hogy milyen súlyos következményekkel járhat az, hogyha nem oldjuk fel őket, nem foglalkozunk velük. Megismerhettük az első három traumatípust, a mostani videóban pedig a következő négy traumatípusról fogunk beszélgetni. A négyes számú trauma, amit az angolból úgy fordítottunk, hogy az erőszak szemtanúsága, egy nagyon érdekes traumatípus, mert tulajdonképpen ez sok szülőt én azt gondolom, hogy úgy érint, hogy fogalma sincs, hogy traumatizálja a saját gyerekét azzal, hogyha bizonyos filmeket vagy tartalmakat engedélyez neki. Mesélj nekünk, légy szíves, erről a szemtanúságról, ami traumatizál bennünket, akár filmeken is keresztül. Oké. Próbálok úgy fogalmazni, hogy minél érthetőbb legyen a nem szakképzett emberek számára is, de az történik, hogy mikor valaminek a szemtanúi vagyunk, és ez egy kellemetlen esemény, tehát negatív érzések jönnek fel bennünk, akkor az az elmének egy más úgynevezett kvadránsában rejt, vagy tárolódik el. És ez a más kvadráns, ez ugye van a négy kvantum kvadráns az elmének, és ez egy olyan réteg, vagy olyan helyen tárolódik el, ahol nem fogunk annyira logikusan hozzáférni a dolgokhoz. Mondok egy kontrasztot gyorsan, és akkor valószínűleg ez segít, hogy amikor minket bántanak, azzal könnyű úgynevezett azonosulni, nem a legjobb szó, de azt mi látjuk, azt mi átérezzük, azt mi megéltük, és az alatt, amikor minket bántanak érzelmileg, fizikailag, szexuálisan, akkor mi eszméletlen dühösek vagyunk, tehát ott van bennünk ez a tomboló ego alvilág, ez elmében, a tudattalanban, és abból jönnek, hogy említettük múltkor, a betegségek. Minden betegség abból jön, hogy elengedetlen traumákban is tombol alul az ego. Mikor valaminek szemtanúi vagyunk, akkor nem velünk történt valami, tehát mi nem tudunk direktben mérgesek lenni a támadóra, tehát egy kicsit az energetikák átváltoznak. Olyanra, hogyha valaki olyat bántanak, vagy olyannak vagyunk szemtanúi, akit mi szeretünk, akkor az kicsit hasonló, mert egy kisgyerek főleg, mikor azt mondja, hogy apu meg anyu veszekszik, vagy egymás bántja, a kisgyerek nem csak azt látja, hogy ez a viselkedési forma létezik, hanem magában eltárol olyan dolgokat, hogy szeretnék neki segíteni, de gyenge vagyok, nem tudok. Szeretnék ebből valahogy, vagy ennek úgy véget vetni, hogy az rám ne, vagy az nekem ne ártson, és ne hasson rám káros hatással. A gyerek mindig attól fél, hogy ő kikerül az utcára, hogy a szülők mikor elválnak, akkor neki rossz lesz. Tehát mindig van egy ilyen úgynevezett veszteség, és egy ilyen biztonságérzési stratégiája. És amikor egy gyerek kívülről lát, az úgy jelenti, hogy diszociáció. Erről egy doktorátusi disszertációt tudnék mondani, de mikor mi egy megfigyelő pozícióban vagyunk, és innen teljesen másképp regisztrálódik a dolog, mint mikor mi vagyunk benne. És finomabbnak tűnik, de ugyanaz a hatás. És akkor az történik, hogy képzeld, itt egy kisgyerek, és akkor látja, mondjuk, először vegyük a szülőket, a szülők veszekednek, és majd lehet, hogy az is jó lenne, Szonya, hogy csinálnánk egy hasonló beszélgetést az árnyvilágról, egy picit részletesebben, egy picit úgy mélyebben, mert amikor mi azt mondjuk, hogy ez a viselkedési forma nekem nem tetszik, ilyet én soha nem fogok csinálni, abban a pillanatban az elme azt mondja, hogy csak ilyet fogok csinálni. Tehát bármi, amit elutasítunk, legyen az viselkedés, legyen az energia, legyen az egy ez a személyiség, vagy egy tulajdonság, azt mi elkezdjük vibrálni aktívan, és elkezdjük manifestálni magunkban és magunkon kívül. És ezért kell az árny világunkat, meg a hiedelem világunkat semlegesíteni. Tehát akkor összefoglalva, aminek mi szemtanúi vagyunk, például a kisgyerek a szülőkkel, az egy olyan más kvadránsba teszi át, mint hogyha ő lenne benne a közepén, hogy ez később fog kijönni rajta. Más lesz a stratégia. Na most vegyünk egy másik ilyen diszociált valamit, a szemtanúságot, például a televízió, vagy a mozi képernyő. Mikor ott látunk valamit, nem vagyunk benne, de valahol mégis benne vagyunk. És az a lényeg, hogy ahelyett, hogy a raktárhelyiség elér az első részébe tenni ezt az emléket,
ugye az elme, hogy lenni föl, teljesen hátrarakja. És olyan elérhetetlen lesz egy átlag ember számára, tehát a legtöbb coachnak is ez nagyon profi tréning kell, hogy tudja azt, hogy ez meg ez azt jelenti, hogy ott hátul, ahol már a ninják izelnek, ugranak a nyakunkba, tudod, a raktárhelyiségbe, hogy ott van az igazi probléma. Tehát a szemtanúság az mindig egy kicsit ilyen kívülállóként, a kívülálló az azért veszélyes, mert az érzelmi testünk az más, külön áll, tehát szeparálva van a mi fizikai testünktől. Jó? Tehát ez amúgy a traumatikus, főleg szexuális traumában is nagyon gyakori, hogy a diszociális, akkor az érzelmi test az más síkon utazik, mint a fizikai test. Jól értettem akkor, tehát hogyha erőszak, cselekvést nézünk, akár filmen keresztül, az belülünk is erőszakos viselkedést tud kiváltani? Igen, természetesen ez komplex, de amikor mi erőszakot látunk, és számunkra az nem fáj, vagy nem hoz fel bennünk bármiféle ilyen diszonanciát, az azért lehet, mert mi vagy teljesen el vagyunk tompulva, és az élet már elnáspángolt minket, vagy azért, mert még új a fogalom. Viszont az a cikki ezekben a diszociált és valaminek a szemtőnek lenni, hogy ha belegondolsz, van egy olyan technika, amit nagyon sokan csináltunk már mindjárt, az úgy, hogy regresszió. És a regresszió arról szól, hogy visszamegyünk egy múlt eseménybe, és átvizsgáljuk, és az a lényeg, hogy nem megyünk bele az eseménybe, hanem kívülről, ezt úgy tudják, hogy egy angolul, hogy learning position, hogy egy tanulási helyzet, egy tanulási pozíció. És akkor itt van lent az esemény, itt, ami megtörtént, azt átvizsgáljuk, és akkor itt levonjuk a konzekvenciát, ez egy másik, ahogy említettem, kvantumkvadráns, és amikor itt levontuk a konzekvenciát, akkor még csinálunk egy pár ugrást, és az eredeti esemény meggyógyul. És amikor levonjuk a konzekvenciát, ezt mi amúgy csináljuk éjjel-nappal, minden ember autóregressziót csinál. Régi szép idők, visszagondolunk valamire, ezért veszélyes, tudod, a kifejlett tudatossággal átvizsgálni dolgot, és régi dolgokról beszélni, mert ugyanazt a rossz konzekvenciát mondjuk le. Ugyanez érvényes a szemtanulnak lenni. Rossz konzekvenciát fogunk levonni. Azt jelenti, hogy a világ az kegyetlen, az élet veszélyes, akkor is ezek a hiedelmek, amiket mi installálunk, ezek a konzekvenciák elkezdenek olyan manifestációt, meg olyan életet termelni körülöttünk, hogy nézzük, hogy mi van, pedig a fizikai síkon, ahol a szülők élnek, hogy gyerek él, ott mindenki jó, mindenki szereti egymást, mindenki jó leszik, meg jógázik, és stb. De viszont ezek a hiedelmek, amiket így a szemtanú pozícióból levontunk, azok uralják az elménket, és azok uralják a manifestációt. Ide tartozik az is, amikor egy balesetet kell végignéznünk, és vagy ebben a balesetben ugye más fizikailag, meg érzelmileg még mindenhogyan traumatizálódik. Mit fordít a magának ilyenkor az elme, amikor egy ilyet látunk? Az elme az nagyon-nagyon precíz, és eszméletlenül mélyen fordít mindent. Tehát az nem csak azt fordítja, aminek a szemtanúja, hanem annak akár 10 000 réteg mélyen is az érzelmeket, energiákat, frekvenciákat, de annyira kívül esik a szóráson, hogy ahogy említettem, ha erről nincs tudomásunk, akkor nem fogunk rálelni, nem fogunk ezt meditációba, meg ilyen, tudod, ilyen transzos állapotokba letölteni, ezt meg kell tanulni. Ez az a rész. Balesetek, ugye az egy olyan, az univerzum által kirendelt, vagy kiadott egy úgynevezett mintamegszakítás. Említettem azt, hogy van ez az árva gyerek, ami egy aspektusunk, egy nagyon komoly tőárnyék aspektusunk, amiről lehet, hogy majd egy pár perc múlva beszéltünk egy picit, ő úgy érzi, hogy ő nem elég jó. Na most eddig volt ez a sablon szöveg, hogy nem. De az árva gyerek nem azért van, mert ő nem elég jó, nem azért van csak, hanem azért is, mert a múltban voltak olyan ki nem hevert traumái, amiben most neki újra följönnek dolgok, és azt neki ki kell, vagy fel kell dolgozni. És amikor a baleset van, és más látjuk a balesetet, akkor az bennünk is ezt az árva gyereket, ezt a régi traumát, ezt mind felidézi, tehát mind egy trigger hat ránk, és így átsöpör az elménken az a sok 10 000 rendezetlen, gyógyulatlan réteg, és akkor úgy érezzük, hogy így félelem, meg van, aki mérges lesz, van, aki szomorú lesz, hát amikor bármiféle negatív érzelem van, azt jelenti, elvarratlan cucc van a raktárhelyiségben. És
Nagyon-nagyon mélyen, nagyon hátul ebben a raktárhelyiségben, nagyon mélyen az elménkben van egy eszméletlen több tízezer réteges dűroham, amit az ego ugye szépen finoman táplál, és azt mondja, hogy ott nincs semmi látnivaló, és bármikor ilyet látunk, egy balesetet, magunkra, és ez érvényes, hogy ébredj föl, tudod, elég jó vagy, gyógyíts meg magad, árva gyereket, gyógyíts meg a traumákat, ami a veszteségeknek az egyik verziója, de akkor az ego ezt nem akarja, hogy ezt a részt lássuk, hanem azt mondja, hogy na látod, a teremtő egy pancser. Nem ért hozzá. Mondtam neked! Ez neki végül is ez a legalsó cél, hogy minden alkalomból a világra kivetítse az utálatát. És bebizonyítsa rajtunk keresztül, fájdalmon keresztül, bűntudaton keresztül, hogy ami kívül folyik, az egy pancser munka. Próbálom most elképzelni, mert hogy hát azért mindannyian annyi filmet láttunk már, annyi televíziós, meg videós tartalmat láttunk már így, vagy úgy akartuk, vagy sem, de ugye tele erőszakkal. És hogy azt mondtad, hogy az elme az olyan, mint egy ilyen felvevő gép, tehát gyakorlatilag minden képkockát raktároz erről a töménytelen mennyiségű erőszakról, amit már láttunk. Most akkor ez mind ott van bennünk, és dolgozik, mint trauma? Vagy van kivétel, hogy mikor nem traumatizálódunk, mondjuk megnézzünk egy erőszakos tartalmú filmet, tehát hogy feltétlenül következik belőle az, hogy a számunkra egy olyan tudattalan tartalommá válik, amit egyszer majd ki kell pucolnunk magunkból ahhoz, hogy teljesen tiszta legyen az elménk. Oké, tehát minél tisztább az elme, annál kevésbé befolyásol minket. Tudod, minél integráltabbak vagyunk, annál kevésbé fogjuk bevonzani az ilyen típusú történeteket, mert a vibráció között van egy távolság. Ezt fel lehet úgy is fogni, hogyha ilyet látunk, és bennünk rossz érzést kelt, akkor érdemes magunkon dolgozni, átvizsgálni, integrálni, elengedni, tudod, STB a technikákkal. Tehát az lenne az ideális, hogy ha az emberek tényleg ezt tudnák, hogy attól, hogy félünk, vagy megijedünk, vagy dühösek vagyunk, az egy dolog, azt fel kell ismerni, és utána akkor alkalmazni kell az elengedő technikákat. De ez ugye nem történik. És amikor mi erőszakot látunk, az a bennünk lévő erőszakosságot mutatja ki. Ha minket zavar. Ha nem zavar, ha már az integrált bennünk, és elengedtük a bennünk lévő erőszakosságot, aminek vannak kifinomult fajai, meg formái, akkor már olyan pozícióban leszünk, azt mondjuk, hogy tudod mit? Nekem ez a rezgés nem jön be. Lekapcsolom, kikapcsolom. Tehát van egy tanító aspektus, mert az univerzumban semmi nincs véletlen, és a Matrix is egy eszmetlen komplex, egy invertált, egy ilyen furinka világ volt, de ki lehet használni a feljövő érzéseket arra, hogy meggyógyuljunk, és ki tudjunk kerekedni, vagy felül tudjunk kerekedni ezek a dolgokon, és a másik aspektusa, hogy egy bizonyos idő után meg azt is tudjuk mondani, hogy ez nekem nem kell. Ezek a rezgések, vibrációk nem passzolnak bele az én világomba, mert tudom, hogy van, ez bennünk is van, az árnyszinten, lehet, hogy múlt életekben mi is voltunk könyörtelenek, kegyetlenek, meg bántottunk embereket, ami valószínűleg a következő traumatikus lesz, és ezek ilyen tilitoli játékok bennünk. Azért, ahogy tudod, említettem többször, hogy meg kell tanulni ennek a specifikus lépéssorozatát, és akkor ki tudunk lépni a negatív érzelemvilágból. Addig csak manifestáljuk a dolgokat tudattalanul és tudatalatt is. Még egy utolsó kérdés ide, mert nagyon izgatja a fantáziámat, hogy vannak emberek, akik így nagyon vonzódnak a horrorfilmekhez. Tehát az ilyen borzasztó, brutális horrorfilmekhez. A mögött mi van? Tehát mi az, ami így életben tartja ezt a késztetést bennük, hogy újra és újra megnézzék ezeket a borzalmakat és átéljék? Hát a frappáns válasz az az, hogy nagyon sok ember körülöttünk az nem úgy van drótozva, mint mondjuk a krisztusi vérvonal. Tehát a krisztusi vérvonalra az jellemző, hogy azért mi szívből szeretünk adni, meg szívből szeretünk létezni, és szeretettel, még akkor is, hogy tele van az elmi mindenféle cuccossal, de valahol legbelül azért mi a fényt szeretjük, legbelül azért mi a jót szeretjük, és egymásnak segíteni szeretni, még akkor is, hogyha szét vagyunk szadizva. A nagy része az állománynak, a 98%-a körülöttünk lévő állománynak az nem így működik. Tehát neki eléggé úgynevezett ilyen gonosz, meg rossz, meg negatív vibrációjú alapbeállítottsága van, ez a DNS-be van. Őket is meg lehetne gyógyítani, ha akarnák.
de a legtöbb ilyen az általában az ilyen alacsonyabb rezgésű, talán mind a hát, tudod, ilyen hüllő, meg ilyen Orion ezek dolgok, tehát ezek a drakóni vérvonal, és ez úgymond ez létezik az árny szinten, de hogyha valaki ezt így most megint angol akarom mondani, hogy covets, tehát hogy így, hogy ilyen étvágya van rá, akkor azért az nem, akkor ez egy teljesen más, egy sokkal alacsonyabb rezgésű aspektusát mutatja meg az életnek. Értem. Most még egy dolgot, mert tudod, én ahogy említettem, hogy a megoldás embere vagyok, tehát ami bennünk nem tetszik, tehát akkor ott ez, meg ez, meg ez, minden szónak megvan a maga kincse, meg a maga ajándéka, akkor az, ha mi integráljuk és elengedjük, akkor azt az eseményt egy, már nem fogjuk bevonzani, kettő, már nem fog ránk hatni. Tehát így tudjuk igazán a világot körülöttünk jóvá tenni, hogy magunkon belül felfedezzük, hogy mi az, ami minket zavar másban, a világban és magunkban. Azt mi integráljuk, és azáltal megszűnik az a manifestáció, ami nem kívánatosnak lett kinyilvánítva. Értem. Ugorjunk a következőre, az ötös számú trauma típusra, ami az erőszak elkövetése másokkal szemben. Mit jelent ez? Mesélj nekünk erről, kérlek. Ez egy nagyon érdekes valami, mert ez a mindegyikünk átment. Tehát ez egy úgynevezett ilyen erőpróba, ahogy most menjünk vissza ne is ebben az életben, hanem akár több ezer életével ezelőttre, amikor mi kevésbé voltunk spirituálisan tuningolva, és tudod, egoztunk, meg trükköztünk, meg ökörrázos világban éltünk, és amikor nem tudjuk azt, vagy nem értjük azt, hogy a teremtés az rajtunk keresztül folyik, az elmén keresztül folyik, addig mi erőből próbálunk dolgokat csinálni. Tehát nem úgy erőből, hogy az isteni erőből, hanem ez a forszírozásból. És minél inkább, minél tovább csináljuk ezt, annál kevésbé fog működni. Úgy, hogy ez mind a kettő félnek jól járjon. Van egy olyan törvény, amit úgy hívnak, hogy ekológiai törvény. És ez három részből áll. Az egyik az, hogy bármit, amit csinálunk, vagy bármit eldöntünk, az három. Egy, jó legyen nekünk. Nekünk jót tegyen. Kettő, jó legyen másnak is. Harmadik, és a Földnek se ártson. Tehát jó legyen a Földnek, tehát a környezetnek. Na most, ha megnézed, majdnem minden viselkedési forma, egy-kettő hiányzik ebből. Legtöbb ember a régi világban, hogy neki jó volt, másnak meg nem. És majd mikor odaérünk, van egy olyan trauma, ami ugye az elhagyatottság, akkor szerintem fog ez a kép összeállni, hogy miért vagyunk ennyire dühösek, és miért voltunk ennyire mérgesek, és miért próbáltunk erőszakkal hatni a dolgokra, azért, mert eleve az egy árnyoldalunk, a másik meg azért, mert nagyon mélyen az évezredek alatt, meg az évtizedek alatt mi erőtlenné váltunk. Mert elfelejtettük azt, hogy ez a bennünk, ez a manifestáció, ez a teremtői erő, ez ott van, viszont ezt mi rosszra használtuk. Legalábbis így csomó mindent rosszra használtunk, és csomó mindent meg úgy fordítottunk, hogy ezek a hiedelmeink úgy fordítottunk, hogy hát ezt elrontottuk, ez egy hiba volt, ez problematikus, és akkor próbáljuk kerülni a múltunkat, próbáljuk kerülni a régi hibáinkat, próbáljuk kerülni a régi elutasításainkat, és így tovább. És úgy kezdünk el viselkedni, hogy már nagyon mérgesen nem értjük meg azt, hogy meg kéne gyógyítani ezt a pár ezer dolgot, tehát minden visszaállna a OM központba, és akkor tudnánk ugyanúgy teremteni, és akkor próbálunk erőszakkal forszírozva teremteni, amit az ego hagy rövid ideig. Tehát körülbelül ilyen 10-15, max. 20 év után ez a viselkedés forma, ez totál kiégéshez és hatalmas konfliktusokhoz vezet. Tehát úgy képzeld el, hogy minthogyha ilyen két teremtői erő lenne, az egyik az van, az az isteni, a teremtői erő, és akkor van egy ilyen lerombolt, egy kicsit alacsonyabb, már ilyen erőszakosabb, egy kicsit ilyen utálatosabb, utálkozó verzió. És ugye nagyon sokan azt hiszük, hogy mi a teremtői erővel teremtünk, de igazándiból egóból próbálunk teremteni, és az az erőszak, az a valami. Nekem volt egy kliensem, egy nagyon érdekes esemény volt, és 18 éves volt a kisrác. És én szeretek fiatal gyerekekkel dolgozni, csak annyi az érdekesség bennük, hogy
ők nem értik ezt a rettenetes, sötét alvilágot, ami minket, mint emberiséget tönkretett, lezúzott, amin keresztül, hogyha rámerünk nézni, és átmerünk menni, és rávilágítunk, ugye, mint a spiriduma, ahogy sokan mondják, akkor az meggyógyul, és akkor leszünk igazi fények. És az a 18 éves kisrác eljött hozzám Németországból, és azt mondja, hogy ő egy nagyon-nagyon fél attól, amikor valaki erőszakos. Most ez egy fordítás, tehát minden fordítás felítés azt jelenti, hogy ő fél attól, ha valaki agresszívan szól hozzá. Fél, hogyha valamire próbálják rá erőszakolni. És akkor kérdezem tőle, hogy téged bántottak? Nem. Akkor téged próbáltak erőszakossággal, vagy tudod, ilyen harcos viselkedéssel valamire rábírni? Nem. És akkor már rögtön tudtam, hogy oké, akkor az van, hogy te valakit bántottál, te valakivel erőszakos voltál. Na most ezt az ember nem ismeri, vagy nem szereti belátni, mert tudod, az érme másik oldala, ami miatt mi betegek vagyunk, az ismeretlen a világ számára. Csak azt mondtam neki, hogy oké, semmi gond, akkor emlékszel egy olyan történetre, amikor te szemtanúja voltál annak, hogy valakivel agresszívan vagy erőszakosan viselkedtek. Csak ott az ember gondolkozik, szünet, 5 másodperc múlva így elöntötte a piros, vagy tudod, ilyen vérvörös lett, és azt mondom, mesélj. Hát volt egy esemény, és akkor elindulunk a sztoriba. És hát mesélj, mi van itt? Hát vagyunk 5-en, és akkor ott van egy kisrác. És mindenki a kisrácot próbálja, tudod, szóban, meg tudod, eléggé könyörtelenül őt így érzelmileg szadizni. És akkor csinálom utána a technikát, de kiderült, hogy ő volt benne a bandában, aki erőszakosan viselkedett ezzel a kisráccal. És miért? Mert a kisrác duci volt. Na most, tudod, és akkor jön a történet, akkor segítettem neki meggyógyítani, általában ez egy ülés alatt ezeket el lehet engedni, és mondom, hogy ez azért fontos, mert az erőszaktól való félelem és az erőszakosságunk az majdnem egy ilyen karmikus tánc. Mind a két oldalát én át szoktam vizsgálni, hogy mikor mi voltunk erőszakosak, nagyon sokszor voltunk, ez a része a törzsfejlődésünknek, tehát nem kell ráharagudni, és akkor miután már azt mondjuk, hogy már nem szeretjük azt, mikor a külvilág, mások, tudod, erőszakosak velünk, akkor az azért van, mert már megérett a szitu a gyógyulás, és akkor a két aspektust össze tudjuk integrálni. Ide, amikor arról beszélünk, hogy erőszakos valaki, vagy erőszakosság, akkor azt az attitűdöt is ideértjük, mert hogy én is használom, mert tudom, hogy sokan is használják azt, hogy amikor valaki úgymond a szeretetbe bugyolálva erőszakoskodik. Úgyhogy ilyenre gondolok, hogy mondok egy példát, mondjuk van egy koncert a hétvégén, jön egy barátnőm, és mindenképpen azt akarja, hogy menjek el vele. De én nem akarok, mert nem szeretem, meg hangos, az együttese tetszik, és egyszerűen addig jön, és addig hívogat, és addig mondogatja, amíg végül belemegyek, hogy na jó, de én ezt az egészet erőszaknak élem meg. Tehát amikor erőszakosságról beszélünk, ez is ide tartozik? Itt van szerintem az. Persze, tudod, mindenek van több száz vagy több ezer részletet, az minden eset egy picit más, de itt van az, hogy ha benned följön az erőszakosság érzés, az lehet, hogy egy olyan fordítás a te elmédben, ami vagy jogos, vagy nem jogos, azt tudod, át kell vizsgálni a te hátteredet. Na most például ebben az esetben nagyon érdekes, mert pont most beszéltem valaki másról, Németországban ugyanez van, ez a nem, van, tudod, ugye hangos, mert ki akar menni, mert ez, tudod, 30 éves musical, és az történik, tehát ez az erőszakosság, ez lehet, hogy megvan abban a másik lányban, tuti, tehát az ott van. Mindenkiben ott van az árny szinten, azért kell ezeket az árnyakat integrálni. És akkor alatta, amit nagyon kevés ember tud, de muszáj erre rávilágítani, rálátni, és tényleg elismerni, és meggyógyítani, az ember nagyon manipulatív. Ez manipuláció. És akkor a manipuláció az, mint egy viselkedés forma, vannak energetikai, ilyen, hogy mondjam, fűtőszálnak hívok. A kérdés az, hogy ennek a lánynak, ez egy értékrendi kérdés, ennek a lánynak mi fontos abban, hogy te elmenj vele. És ezt a sorrendet, ezt megválaszoljuk, mit tudom én, 10-szer, 15-ször, 20-szor, akkor értjük meg a miértjét. Mivel a legtöbb ember, tudod, mindez a tudat alatt van, nem tudjuk, hogy nekünk mi fontos, mi azt hiszik, hogy tudjuk, de nem tudjuk,
Lehet, hogy az első hármat tudjuk, de az alsó 30-ból meg csak vibráljuk és rezegjük, és csak vonzuk be. És amikor mi nem kapjuk meg, mert nem tudjuk, mi van itt alul az értékrendünkben, meg akarjuk kapni ezt a felső párat, és ha nem megy, akkor elkezdünk manipulálni. És ha nem megy a manipuláció, akkor erőszakosak leszünk. Tehát látod, ez összetett, de az a lényeg, hogy ha tudok valamit javalni, akkor ami bennünk feljön, azt meg kell gyógyítani, és akkor tudom, mi megyünk tovább. Ha másik kérdezi, hogy ki feltesz egy kérdést, akkor meg tudjuk neki válaszolni azt, hogy ez van bennünk, ezért nem reagálunk rá. Tehát a két, bármikor diszonancia van bennünk, az azért van, Szonya, mert értékrendbeli konfliktusban vagyunk. És ez a töredezett elme, amit említettem többször, ez ott jelenik meg. Uh-huh. Én mondjuk ez egy fantáziából kipattanó példa volt, egyébként én teljesen szívbaj nélkül képes vagyok bármilyen felkérésen nemet mondani, hogyha olyanra akarnak rávenni, amit nem szeretnék. De tudom, tehát a saját életemben is azért nyilvánvalóan a múltamban volt, korábban sok olyan, ahol hasonló történeteket előjöttünk, hogy a másik mindenképp rám akarja erőltetni az akaratát. Innen jutott az eszembe. Yeah. Amikor erőszakot követünk el, marad utána egy szégyenérzet, tudattalanul természetesen. Milyen viselkedésmódokkal kompenzáljuk ezt a szégyent? Hétféle kompenzációs stílus létezik, az egyik a represszív, a másik meg az expresszív. Most ezt angolból fordítottam, tehát az egyik az a kifejező, a másik meg az elnyomó. Tehát amikor azt mondjuk, hogy mondjuk a kifejező, tudod mi, megérdemelted, és akkor ilyen agresszívok maradunk, akkor elkezdünk hőzöngeni. Tehát ez a kompenzáció, ez a viselkedés, majd hőzöngünk, lőzünk, te megérdemelted, így el, tudod, látsz ilyet rengeteget. A másik, próbáljuk, az ego próbálja bebizonyítani, hogy ez volt a jó út. Na most az a baj, hogy minden, ami nem középen van, hanem tudod, ilyen kompenzációs, az az ego irányítja, és abból előbb-utóbb bűntudat lesz, és akkor a viselkedés forma meg szégyenérzet lesz, vagy a gondolataink miatt. A másik aspekt, vagy a másik kompenzáció, amikor meg elnyomjuk. Akkor meg próbálunk, amikor átváltunk az ellenkezőire. Azt mondjuk, hogy hát, akkor inkább, tudod, innentől kezdve kedves leszek az emberekkel. Akkor vannak olyanok, akik ilyen kezes bárány, innen jönnek a jó kislány. Most viccesen a szende szűz. Úgyhogy, hát én annyira jó fej vagyok. Én a lénynek nem tudnék ártani, tudod? És ez is egy kompenzáció. Jó, tehát van egy nagyon agresszív, ami folytatja magát az erőszakos, az agresszív kifejezést, a másik meg teljesen elnyomja, és átmegy egy ilyen tiltott, ilyen blokkolt állapotba, ami sokkal veszélyesebb, mint az expresszív. Az olyan önmarcangoláshoz és olyan pszichológiai konfliktusokhoz vezet, amit úgy hívunk, hogy az a multiple personality disorder, ami a minek hívják a... Ez egy ilyen többszörös személyiség, Skizofrénia. Igen? Azért nem szeretem, én azért mondom, hogy mondd el, nekem elmondható, tudod, a kliensekkel is már mondják, hogy hát tudod, ez meg ez, na semmi gond, bum-bum-bum, megoldjuk gyorsan, de amíg el van valami nyomva, addig az ugyanúgy rezeg, ugyanúgy uralkodik, és próbálunk minél nagyobb súlyt úgy ráhelyezni, hogy ne látszódjon, hogy ne jöjjön a felszínre, és attól, hogy rezeg, attól a felszínre fog jönni, és tönkreteszi az életet. Az árnyék integráció témája kapcsán beszéltél nekünk arról, hogy mindenkiben ott van a gyilkosnak az árnyéka, vagy az árnyoldala. És aki teljesen szeretné kitisztítani az elmét, annak ezzel az árnyékkal szembe kell néznie és integrálnia kell. De hogyan tudjuk ezt megtenni úgy, hogy igazából a legtöbbünknek semmilyen emléke nincs arról, hogy gyilkolt volna? Oké. Okay. Onnan lehet tudni, tehát több okból lehet ezeket tudni. Nekem, ugye, akik már hozzám jönnek, azok már csomó minden megpróbáltak, és még mindig van egy csomó fájdalom, testi fájdalom, betegség, kapcsolatbeli probléma, de van valami komoly kihívás. És amikor például valakinek testi baja van, tehát a test az, tudod, fáj, ott mindig van valami ebből a gyilkosból.
Tehát, mikor minket trauma ér, és beszéltük ezt azt hiszem a harmadiknál, mikor a szexuális trauma ér, például egy nőt, mikor bánt egy férfi, akkor az a nő nem tudod ilyen kis kezes bárány, ó, gyere kedvesem, tegyél velem, amit akarsz. Nem, kinyírja, kiheréli, legyilkolja, tudod, ami valahol marha jó, mert kiáltunk magunkért. Tehát inkább, mint tudod, ez a... Tehát kiállt magáért, ami egy valami szinten egy nagyon komoly dolog, viszont az ego azt a pár filmkockás, ezt a gyilkos aktust, ezt szépen eltess, és ezt használja fel ellenünk. Tehát ez a gyilkos, ahogy mondtam abban, amit egyedül készítettem, az az árny bemutató, ez ellenünk száll. 10-15-20 év így marha jó, mert fú, minden megmondtunk, hogy jön ez a büszke ego, de belül meg a gyilkos meg elkezd ránk támad, és elkezd gyilkolni minket. És onnan az árnyintegrációs technikában az a jó, hogy nem kell 100 meg 100 meg 1000 időutazást, meg ilyen regressziót csinálni, hogy na most akkor te egy indián lány voltál, és megöltek. Fú, hát akkor nézzük meg a gyilkost. Akkor tudod, 20 évvel később mindig izében mondjuk a sztoriba, hanem ez a technika, amit én tanítok, ez leveszi az összes idősikról ugyanezt az energiát. Tehát, ha jól értem, akkor nem szükséges, hogy valóban fizikailag gyilkoljunk, elég az, hogyha az elménkben megtesszük azt, miközben meg egy traumát élünk, hát, vagy bármilyen okból, egyszerűen csak bedühödünk valamin, és ilyen gyilkos gondolataink támadnak. Pontosan. Tehát akkor az elme úgy fordítja, hogy mi gyilkosok is vagyunk. Tehát erről az van meg, szó. Meg úgy is van, hogy lehet, hogy már voltunk gyilkosok. Tehát most ez tudod, ez egy lehetőség, ettől nem szabad futni, mert ez az árny integrációs technika, ez ugyanúgy megoldja azt az aspektusát, mindezt is. Az árnyvilágban az a nagyon fontos a tudnivaló, hogy ami nekünk nem tetszett eddig magunkban, a világban, másokban, azt mi kikukáztuk. Ez most benne lesz az új képzőkurzusomban, a szorongások és a pánikrohamoknak a képzőkurzusában, hogy képzeld el, hogy van egy 10 000 darabos ilyen kirakó, ez a puzzle. Bejövünk a nappaliba, és akkor, na idesüssetek, kiborítjuk az egészet, és ott van egy a kupac, és akkor elkezdjük, tudod, keresgélni mi. De viszont nem így csináljuk, hanem azt mondjuk, hogy fekete, nem szeretem, kuka, barnát szeretem, kuka. És ezt csináljuk év ezredeken át, mindenki kikukáztunk, és akkor tudod, most itt vagyunk, és akkor hát nem áll össze a kép. Hát amikor pedig... kukázunk, akkor a tudattalamban nyomjuk le? Igen, kidobjuk a izét. És amikor mi integrálásról beszélünk, vagy arról beszélünk, hogy gyógyuljunk meg, meg egység, meg teljesség, akkor vissza kell menni a kukához, és kiszedni ezt a több ezer franc, mert mi kikukáztunk. Az a mi részünk. Az a mi életünknek, vagy nek a puzzle-nak a része, tudod? Csak ezt nekünk elfelejtették elmondani, az egyik a hétből, amit anyu elfelejtett elmondani, és akkor visszamegyünk, és akkor szépen összerakjuk, és mindegyiket, ugye van a karton oldala, és akkor van a színes oldala, és akkor szépen megvizsgáljuk mindegy, és berakjuk a megfelelő helyre, a megfelelő irányba. És ettől gyógyulunk meg, ez a gyógyulás. Összerakni a kirakót. Most egy kicsit naív kérdésem lesz, de hát én nagyon állatszerető vagyok. Amikor lecsapunk egy legyet, vagy gyilkoljuk a poloskákat, a hangyákat, a fókokat, vagy kirakunk egy egércsapdát, vagy véletlenül elütünk egy állatot, akkor is gyilkosnak gondol minket titokban az elménk, vagy egónk, és ez is megy oda a traumáink közé, vagy az árnyoldalaink közé, vagy azért nem eszik ilyen forrón a kását. Nem veszik ennyire forró kását, de ugyanúgy az idővel az ilyen energiaként fog megjelenni. Az a cég, amit mondtam már többször, hogy tudod, van egy icipici kis bűntudat, hát akkor erre iszunk, tudod, akkor ezt kibeszéljük, megyünk egy jobb bulizni, és akkor tudod másnap el. Ez nem múlik el. Ha erre nem megyünk utána, vagy nem alkalmazunk specifikus technikákat, ez azt csinálja szép, hogy megy, utazik az idővel, és egyre nagyobb lesz a tudattalanban. A tudatosságunkon kívül. És egyszer csak már akkora lesz, hogy jön be egy esemény, és az triggereli ezt, és akkor följön a felszínre, és mi ráébredünk, hogy ez van. És sokan biztos hallottál már te is erről, hogy hát minden olyan jó volt. Hát én nem, én ezt csináltam, minden, és egyik nap csak boom. Ez azért van, mert ezek a növekvő energiák fel lettek ébresztve azért, hogy tudjunk róla, és gyógyítsuk meg. És mikor például ott a légy, akkor ott a patkány, ott az egér, ott ez meg az, mindenek megvan a maga spirituális szimbóluma.
Tehát például, ha nehogy Isten, már tényleg tök tiszta az elme, mondjuk azt, hogy krisztusi tudatosság és a fölött, mert a krisztusi tudatosság sem annyira tiszta, mint sokan nézik, jó? Akkor már nincs rá szükség, akkor már nem azt mondjuk, hogy hú, zsuf, tudod, hanem gyere, kiviszlek, hova te tartozol. Tehát egy más szintű respektusunk lesz, vagy tiszteletünk lesz a természet és a más élőlények felé. Oké, én is rengeteget van, tudod, skorpió, tudod, kiklaffoltam őket, de például, és ezekből a gyilkos, meggyilkolós sztorikból, ami tudod, lehet, hogy marha pici, aztán előbb-től felrobban jönnek a fóbiáik. A fóbia ez az irracionális félelem. És akkor attól függ, hogy mitől félünk, mit van a fóbia, akkor ott van a spirituális igazság mögötte. Például aki a póktól fél, az nem a póktól fél, hanem a saját pók lelkétől, mert olyan beállítottságú, hogy ő mást szeret csapdába ejteni. Tudod? Az élmének minden másik oldal. Tehát mikor van szó, hogy félek a póktól, minden pókot látok. Oké, na ide figyelj, tudod? És akkor szeretem mindig az élmét átfordítani, meghallgatom el a sztori, de igazán a gyógyulás csak akkor van, amikor átvizsgáljuk ezt a másik oldalt. Aki például a patkánytól fél, ugye ami lehet, hogy az a gyilkos a viselkedésre, az lesz a reakció, az például maga, idézőjel be, ez most angol úgy, hogy filth, az a mocsok, a maga mocskától fél. Mocskosságától. Most kibe van? Mindenkibe. Kinek kell meggyógyulnia? Mindenkinek. És, jó? És amikor ezeket elengedjük, integráljuk, akkor azt mondjuk, hogy gyere, oké. És más lesz a viszonyuk az állatokkal. Képzeld el, hogy hát én pesti vagyok, ugye belvárosi az 5. kerületből, láttam ott azért rendesen patkányt, és rettek, irtóztam tőle. De akkor még közöm nem volt, amit ma tudok, tudod, ahhoz. Csak, ez a patkány! Most, miután már integráltam ezt a csomó mindent, már ahogy kirándulunk itt fent ugye a hegyek Arizonában, kézzel egyszer leültünk, már fenn voltunk hely tetején, és kijön egy kis patkány. Leül a cipőmre. És így néz rám. Hát, mint egy jó barát. Hogy milyen élet. És akkor volt, mindig viszünk valami, tudod, gyümölcsöt, akkor adtunk neki epret, meg adtunk neki szőlőt, és akkor tök, és már várt minket onnantól kezdve. Tehát ez, amit az emberek szeretetnek hívnak, ez csak akkor fog igazán megtörténni, amikor belül kitakarítjuk ezt a nagyon sok cuccot, de azt csak a félelmünkön keresztül fedezhetjük fel. És mi van azzal a gyereke, pici gyerekeknek a fóbiáival, mi az, hogy pici gyerekek, azok így rettegni tudnak minden bogártól, póktól, stb. És így azért rájuk nem mondható az, hogy mondjuk most ő pont attól félne, hogy ő csapdába ejt valakit. Hát hozzák magukkal valahogy? Igen. Hozzák magukkal, vagy aputól, anyutól megörökölték. Jó? Tehát minden, ami kellemetlen, fóbia, félelem, az azért van, hogy abból mi a megfelelő feloldás után tanuljunk, és akkor már ez a félelem elmúlik, akkor már emelkedik a rezgésünk, és egyre többet látunk a világból, másképp látjuk. Tehát igazán, ahogy te is tudod, a kisgyerekeknek két félelem van. Az egyik azok nagy zajok, a hangos zajok, a másik meg, hogy elejtik őket, tehát a szabad esés. Volt egy interjúm egy orvos sráccal, most már talán 2-3 éve, itt Amerikában, és azt kérdezte, hogy volt egy olyan kliens, mert ő is csinál NLP-t, meg coachingot, hogy félt a liftbe, attól félt, hogy lezuhan. Na, hát akkor rögtön visszamentem a kisgyerekkorba az anyamébe. Tudod? És a szimbolikus, a metaforákat, ha megoldjuk, akkor elmúlik a félelem. Igen, ilyen félelmem nekem is volt. Azt igen. Hiszem. Mm. Ja. És akkor van még egy nagyon kényes kérdésem a végére, de felteszem. Oké. Okay. És előre szeretnék szólni mindenkinek, akik hallgat bennünket, hogy ez semmilyen fajta ítélkezéssel nem szól, egyszerűen kíváncsi vagyok a Robinak a gondolataira, ide vonatkozóan. És mégpedig az, hogy amikor egy anyuka vagy egy hölgy teherbeesik, és úgy dönt, hogy nem tartja meg a gyerekét, tehát hogy művi vetélést kér, tehát abortuszra megy. Nyilvánvalóan ez egy trauma, tehát trauma lesz neki is, meg gondolom magzatnak is, de hogy fordítja le ilyenkor az elme úgy, hogy az anya gyilkos. Igen. Mi történik? Ez egy nagyon komplex valami, és ezt bármelyik hölgy, aki ezen átment, az pontosan tudja. Tehát nagyon sok aspektusa van. Először is vannak nem kívánatos terhességek, és ez nem feltétlenül az ő szeretőjétől van, hanem lehet, hogy anyagi körülmények között, lehet, hogy
tudod, éppen összegyűltek egy pár lepedőt, hancúroztak, és akkor becsúszott. De mindig ott van ez a gyilkos érzés. Ez egy nagyon-nagyon-nagyon komoly bűntudat érzés. És ez csak és csak úgy lehet elengedni, hogyha átvizsgáljuk a mélyebb, a pszichológiai rétegeket, tehát a gyilkost, ami nem csak az van. Ezt most hadd tűzzem ide, mert ezt szerettem volna megemlíteni, mert van a gyilkos, van a könyörtelen gyilkos, van a kegyetlen gyilkos, van a pszichopata gyilkos, és rengeteg akár 10-20 aspektusa is van, és ha azokból mindegyiket átinterjeljük, akkor elmúlik ez az őrjöngés bennünk. Csak akkor van bennünk bármiféle bűntudat, amikor valami egóprogram fut. Na most, itt vannak olyan dolgok is, ugye a magán a viselkedésen felül, hogy lélekszerződés. Manapság nagyon kevés ember, vagy sok ember panaszkodik arra, hogy nehezen esnek teherbe. De ez pont azért van, mert ahogy emelkedünk, most ez pont nem az az idő, hogy most a lelkek le akarnak jönni, mert a két világ között akkor megrekednének. Várjuk meg, amíg megtörténik az idősíkváltás, és akkor utána majd jöhetnek a kis ízék, a babák. És természetesen anyának akkor ott van ez az eszméletlen gyilkos, ez a könyörtelen gyerekgyilkos, ez egy másik árnyaspektus, a gyerekgyilkos. Ha ezt nem tudják precízen, pszichológiailag szépen meggyógyítani, akkor ez egy ilyen őrlő érzés lesz. És akkor ugye van olyan is, amikor esetleg a kisbaba beteg. Tehát az nem lesz soha egészséges kisgyerek, és akkor, amikor a mama tud, vagy elvetél emiatt, az sem sokkal jobb, de az ego próbálja megmagyarázni. Hát ez azért van, mert nem akartunk egy olyan életet tudod teremteni, ami stb. Stb. De azt kell tudni, és ezt tudom, szívből mondom, és mindig eléggé szeretem kendőzetlenül kimondani a dolgokat, hogy nem attól félünk, és nem attól van bűntudatunk, amit az ego megmagyaráz nekünk, hanem amit próbálunk tagadni. A tagadott aspektusainkat kell meggyógyítani, és akkor leszünk teljesek. Jó? Igen. Jó, hát akkor a következő vidám témára ugorjunk, a következő traumára, a 6-os számúra, ami ugye az elhagyás. Nagyon sokan, vagy szinte mindannyian így, vagy ugye valamilyen formában megértük. Kicsit fejtsd ki nekünk, légy szíves, hogy mi minden tartozik ide, és ugye ami számomra nagyon érdekes ebben a traumában, hogy egészen különleges, vagy nem is különleges, inkább furcsa következményekkel és viselkedésmódokkal járnak ezek a feldolgozatlan traumáink. Igen. Ez a legkomplexebb trauma. Ezt úgy hívják angolul, hogy C-trauma, C a komplex trauma. Tudod, ezért, tehát ez azért nagyon komplex, mert nagyon sok részből áll. Emlékszel, többször mondtam, hogy ugye vannak a hiedelmek, a negatív érzések, hiedelmek, töredezetelme, árnyoldat, és akkor ahol van még az energetika. És az elhagyatottság az szinte az egész így oszlopot vetölt. Az történik, hogy vannak olyan viselkedési formák, olyan hiedelmeink és olyan meglátásaink az életben, hogy mi félünk attól, hogy minket elhagynak. Félünk az egyedüllétől, félünk attól, hogy az a másik, az tudod, sarkon fordul és ott hagy minket. Na most ez nem ilyen egyszerű. Ennek van két fő megjelenési formája. Az egyik az, hogy nagyon félünk attól, hogy ott hagy, és akkor próbálunk mindent megtenni annak érdekében, hogy ne hagyja, kérlek, tudod, hogy megteszek bármit, és akkor alárendeljük magunkat. A másik, mert még egy kicsit agresszívak vagyunk, akkor tudod mit? Akkor ide sérülök többet, bum, kimegyünk és becsapjuk az ajtót. Tehát ez ugyanaz az elhagyatottsági, vagy az elhagyásnak a traumája. Tehát mi hagyjuk el a másikat attól félvén, hogy ő elhagy minket, akkor inkább mi, tudod, jó pofán verlek, mielőtt te pofán versz engem. És az elhagyatottság az megjelenik abban is, hogy úgy érezzük, hogy mi nem vagyunk fontosak. Hogy mi nem számítunk. Ezek hiedelmek. Úgyhogy ebben megkérem a segíts, ezt úgy jelkem, hogy I feel like a burden. Tehernek érzem magam. Ez is egy elhagyatottsági a valami. Tehát ilyennel tele van az elme, és ebből jönnek ezek a furcsa viselkedési a formák. És akkor vagy valaki kompenzál, és akkor tudod, tapreset lesz, és ezt csinál, de a legtöbb ember utóbb ebbe kiég, és akkor így összeesik, és ilyen magabiztonság hiányba fog szenvedni.
Az elhagyatottság nagyon sok helyen megjelenik, több ezer helyen megjelenik az idősíkunkon. Bármikor van egy úgynevezett, ez a SEE, tudod, a Significant Emotional Events, tehát a jelentős érzelmi esemény, ott mindig az az énünk, aki ott maradt, az egy fragmentált része az elménknek, az egy töredezett része az életünknek, magunknak, az a rész mindig el van, elhagyatottnak érzi magát. Azért, mikor én először találkozom a kliensekkel, mindig mutatok nekik egy ilyen regressziós technikát, amivel így ezeket a jelentős eseményeket, vagy a konfliktusos eseményeket meg tudják integrálni, mert akkor az elhagyatottságból is csippent le egy kicsit. Oké. Okay. És akkor az elhagyatottságban még van egy olyan, hogy hát, ahogy meséltem, ugye a viselkedési formák, vagy félünk, vagy nagyon fenyegetőzünk azzal, hogy mi elhagyjuk a másikat. Az is ugyanaz. És ez onnan ered, hogy egy millió évvel ezelőtt, egy milliárd évvel ezelőtt, nem is tudom, tehát nagyon régen, mi a teremtőt úgynevezett elhagytuk. Megint az érve másik oldala. Engem elhagytak. Ja, persze. Aha. És akkor visszamegyünk időben, és akkor ahogy megyünk vissza, fordítjuk az érmét a másik oldalra, és akkor te kit hagytál el? Hoppá. És akkor tudod, ez egy kis humorérzék, mert annyira félre van fordítva az egész. És akkor réges-régen az történt, hogy ugye lejöttünk ide, inkarnálottunk, és marha nagy pofánk volt. Nekem nem kell a teremtő, majd én megcsinálom. Köszi szépen, Istenke, csücs, ott tudod, majd fölhívlak, ha szükségem van rád. És akkor tudod, elkezdtük, ez az ego, és akkor egóból elkezdtünk úgy élni, hogy nem is tudtuk. Ez a legérdekesebb rész, nem is tudtuk, hogy mi ezt a rengeteg szeparációt vagy létrehoztuk. És akkor amíg azt a szeparációt meg nem gyógyítjuk, az úgy utazik az idővel, utazik a térben, és azért van ez a rengeteg elhagyatottság érzés, már több ezer rész, mert ebben a történetben, ebben az életben, ebben az ősi történetben sem volt, vagy nem volt meggyógyítva az az eredeti elhagyásunk, mikor ott hagytuk. Feltétlenül vissza kell mennünk ehhez a traumához, amikor elhagytuk a teremtőt, hogy feldolgozzuk az elhagyással kapcsolatos traumáinkat, vagy azért így időben később találunk valamit, akkor az is megteszi. Vannak olyan integrációs technikák, hogy nem kell hozzá időutazás. Tehát én azt csinálom, hogy tudod, van egy-két ilyen nyelvi, visztikai, tudod, ilyen technika, és akkor bum-bum-bum, egy-két perc alatt meg tudjuk oldani az egymillió éves kimaradást. Tehát lehet, tudod, van, aki szereti ezeket a hosszabb regressziókat, meg akkor utazik, meg megvizsgál történeteket, tehát az is egy opció, de én azt tenném abban az esetben, hogy tűzik ezt a szándékot, hogy akkor ezt az Istentől való eredeti szeparációt és az elhagyást vizsgálják át, és gyógyítsák meg. Értem. A trauma előadásodban ugye beszélsz arról is, hogy olyan következményen is tud járni az elhagyással kapcsolatos félelem, amikor valaki fél az elköteleződéstől. És hát ugye nagyon sok ilyen személy, különösen a férfiak körében tapasztaltam, vannak olyanok, akik egyszerűen képtelenek elköteleződni. Mi van e mögött pontosan, és mi ennek az ellenpólusa, amikor az elköteleződéstől való képtelenség érmének mi van a túloldalán? Oké. A fiúk másképp működnek, mint a nők. Tará, hatalmas hír, ugye? És több dologról szól ez. Ugye mindenkiben ott van, ahogy mondom, mind a 14 típus ott van bennünk, több százszor, több ezerszer, azért kell ezeket felismerni és elengedni őket. És a férfiaknak az a nehéz, ami nőknek könnyebb volt, hogy a férfinak nem volt megadatva az elmúlt jó pár év, századba, év, ezredbe, hogy az érzelmi világát, a tudatalatti világát ő kifejtse. Tehát mindig a férfiassága volt megsértve, megbántva, megszégyenítve, hogyha a férfi az érzelmeiről beszélt, hogyha egy férfi a régi traumáiról beszélt, tehát akkor ez is egy ilyen egyedül lét, egy ilyen elhagyatottsági érzés. Tehát a férfi úgy érzi, hogy
ilyen elhagyatottság érzése van a világtól, mert a női aspektus, tehát az érzelmi aspektust azt teljesen kinevették és megkunyolták. Ezért kell tudatosan ebből kiszállni, mert különben mindenki érzelmi alapú, legyen az férfi vagy nő, és nem fogjuk bírni. Tehát most, hogy mindjárt jön egy pár, na, pár hét múlva jön a mágneses pólusváltás, ez a magnetic reversal, a férfi-női energiák helyet cserélnek, és minden férfi rá lesz kényszerítve arra, hogy az érzelmeink kezdjen dolgozni, és minden nő rá lesz kényszerítve arra, hogy a logikus részét is vállalja be. És a férfiaknak, tehát ott az elhagyatottság érzés, hogy hát egyedül vagyok, meg nem akarom, hogy hülyén, vagy nem akarom, hogy hülyének nézzenek, hogy gyengének nézzenek, hogy ennek nézzenek, meg annak nézzenek, ezek a hiedelmeink. Ha én ezt csinálom, akkor ez fogják rólam hinni, ezek a romboló hiedelmek. Tehát ez egy aspektus. A másik, meg hogy a férfiaknak van egy olyan értékrendje, és egy értékrendbeli konfliktus, amikor ők valami nagyon mélyen szabadságra vágynak, és ez a szabadság ez töredezett. És ez a töredezett elmének van, hogy hát én szeretnék egy szerető kapcsolatban lenni, de mi lesz akkor a szabadságommal? Ez teljesen tudat alatt. És akkor erre kell részintegrációs használni, ez más, mint az árnyintegráció, és akkor a szeretet, a kapcsolatra vágyást és a szabadságot, amikor integráljuk, akkor a fiú már nem lesz a két világ között megrekedve, hanem azt mondja, hogy oké, okay, az egyik nem megy a másik rovására. Amíg milyen töredezett elme, és akkor mindenkinek ott van több ezer, amíg ebben a világban vagyunk, addig mindig lesz egy kompromisszumos érzés. Szeretném ezt, de. Mikor mindig azt mondjuk, hogy de, ott van egy törés, ott van a töredezett elmének egy ellenpólus, egy aspektus. Ez a dualitás. Jó? Yeah. Tehát ott van, ahogy te is mondtad, az elhagyatottság, de igazán ott van egy értékrendbeli másik, és ugye akkor mi a szabadság, mi csinál a legtöbb srác? Főleg ezek a vadabbak, akik a nők kajálják őket, hogy jó van, cica lány, tudod, ez van, megy minden a nagy Hawaii DJ napszínűleg, és akkor 3 hónap elhúz. És azt mondja, hogy hát ez nem te vagy, az én vagyok, hát nagyon szeretlek, tudod, kis cica, meg minden. És ez azért van, mert ez a szeretet igény és a szabadság igény az integrálatlan. És utána elmegy, ő csinálja maga, tudod, útját, próbálkozik, és visszajön. Jaj, hát úgy hiányzol, persze, mert integrálatlan vagy. Tudod? Adott esetben a perveszteségekkel való trauma problémái is vannak egy ilyen személyek? Persze. Tudod, arról is majd beszéljünk, ezek a régi veszteségek, ezek az egyik például az árva gyerekhez vezet. És az árva gyerek mi mit csinál? Szalad, fut. Tehát olyan, mintha olyan adrenalinos izét, ilyen csőlátása lenne, és így fut, mint valami izé, olimpia bajnok, és azt se tudja, hova tart, nincs irány. Igen, és közben csúsztunk ezzel a következő traumánkra szépen, ami a veszteségek, és a halál is ide tartozik. Uh-huh. Csináljuk azt meg egy újabba, vagy foglaljuk be ebbe az előadásba? Én ebbe terveztem bele, jó, de okay, hogyha szeretnéd, akkor csúszhatunk a következőre. Ahogy jó. Tehát az a lényeg, hogy segítsünk az embereknek, adjuk át nekik a fő, tudod, a pilléreket, és akkor utána... Uh-huh. Tudunk majd részletekbe belemenni. Vágni, igen, mert át akartam vezetni egyébként szépen, pont annyira jól jött az ötlet, hogy ez a következő is erről beszélte. Bocsánat. Jó, akkor ezt kivágod. Nem. Nem? Nem. Akkor legalább tudják, hogy mi nem minden komolyság. Tudod, van azért itt humor is. Jó, akkor nem. Tehát okay. Igen, ez most egy kicsit morbid lesz ezzel, tehát a következő traumánk, ugye a 7-es számú trauma az a veszteségek és a halál, és akkor most itt befejezem a mosolygást. Ugye azt mondod, hogy mindannyian megszenvedjük ezeket, de nem tudunk kigyógyulni belőle mégsem. Oké. Okay. És akkor az a fontos tudni a veszteségekben, mert a halál az a veszteségnek egy formája, de az komplexebb, egy kicsit összetettebb, hogy mindnyájan megszenvedtünk, vagy a tapasztaltunk, az egy jobb szó, veszteségeket. Ezek a veszteségek lehetnek fizikai síkúak, érzelmi síkúak, és lehetnek spirituális síkúak. Mi elveszítettünk, mondok egy pár példát, egy családot. Réges-régen, múlt életekben. Ez vezet az árva gyerekhez.
ez a történet, akkor zárva gyerek, akkor nem vagyok elég jó, tudod, és akkor ha ezt a láncolatot mi mindegyik aspektusát meggyógyítjuk, utána már nem fogunk rohanni az élet elől az élet felé, vagy az életlenség felé. Tehát az egyik ilyen típusú veszteség ugye az az, a másik meg elveszítettünk olyan érzelmi aspektusainkat, például, amit úgy hívnak angol, hogy dignity. A dignity az mit jelent? Az egy pontos. Tehát mondjuk a megszégyenítés traumája alatt mi elveszítjük ezt a magunk irányán felé érzett ilyen kegyességet, hogyha a szabad így fogom. Tehát rengeteg ilyen nagyon kifinomult, finom energia van, és amíg ezek a veszteség dobozban vannak, addig félünk kilépni. Ezért van az, hogy rengeteg ember nem tud semmit feladni, átmenetileg sem, mert fél attól aznek az elvesztésnek a fájdalma, és amíg mi valamit nem tudunk feladni, temporális vagy ideiglenesen, addig mi nem fogunk újat tudni teremteni. Ezért van megrekedve a világ. Tehát tudod, hogyha a nagyon egyszerű példa, hogyha le akarsz fogyni, akkor add fel a McDonald's-ot, vagy most tudom, hogy tudod, de akkor add fel azt a típusú evési stílust, ami tudod, nem jó neked. Ha valaki tanulni akar és gyógyulni, akkor add fel a tévézést, vagy azokat a romboló viselkedéseket, amik nem segítik ezt elő. És nem tudjuk ezeket feladni. Azért ilyen fegyelmezetlen a világ, mert az el nem engedett veszteségeink és a traumáink uralnak minket. Tudod, ezért mindig mondom, hogy legyél a mostban, nem tudsz a mostban lenni, tele vagyunk franccal a múltban, amit mi kivetítünk a jövőre, és akkor két világ között meg vagyunk rekedve, és csak mondjuk a dolgokat. Tehát ha a múltból, erre vannak technikák, ezt tanítom a Quantum, a Core Transformation kurzusomban, vannak erre technikák, és adok egy nagyon precíz listát, kb. 50 valami van, amit mi elveszítettünk. Ha ezen mi átdolgozzuk magunkat, megszűnik ez a nagyon fájó érzés. És utána be tudunk vállalni itt egy olyan dolgot, hogy abban a jó jövőt tudunk termelni. De addig, amíg ezek a múltbeli veszteségek nincsenek meg, addig az ego örjünk, addig félünk az áldozathozástól, tehát ez a sacrifice, addig félünk ettől meg attól, és mindig valami kompromisszum lesz. És minden, ami kompromisszumos, az egy konfliktus bennünk. A döntésképtelenség is ehhez a traumához kapcsolódik, amikor valaki ugye a veszteségtől fél, amikor döntést kell hozni, akkor a két opció közül, vagy a több opció közül az összes többiről le kell mondani. És akkor azt elveszítem, mert nem azt választottam, szemben azzal, amit választottam. Aki nem tud dönteni, és mondjuk belefagy egy ilyen szituációba, egy ilyen döntés szituációba, az innen ered? A veszteségtől való félelemtől? Igen, az egyik része az. Tehát ez angolul, ez azért szeretem ezt, mert amikor tanítottam, az a döntés, az angolul az a decision. A decision. A decision azt jelenti, hogy vágni. Decision az elvágni. És bármikor mi egy új döntést hozunk, ez azt jelenti, hogy egy időség törés történik, és egy új időségre tesszük magunkat tudatosan, tudat alatt, és ez azt jelenti, hogy új opciók fognak feltárulni, viszont régi opciókat meg magunk mögött kell, hogy hagyjunk. Ha most ez a veszteségérzéssel jár, akkor lefagyunk. Minél több ez a feldolgozatlan veszteségérzés van, annál inkább lefagyunk. Akkor van egy másik aspektusa, és mert az elme az nagyon sok szögből próbál minket biztonságba tartani, próbál minket ott tartani, ahol vagyunk, ezért kell akaraterő és a tudatos haladás. Ha mi úgy érezzük, hogy nekünk meg kell hozni egy döntést, viszont az minket kitesz egy olyan kényelmetlen, idézőjelben nem biztonságos szituba, akkor nem hozunk döntést azért. És ez onnan van, hogy az embereknek meg kell gyógyítani a bátortalanságát, a félénkségét. Oké? Vannak még olyan stratégiák, és ez mindez az összes régi stratégia azért fontos, megbeszélni, hogy fölismerjük és engedjük el az új világban, az emelkedett világban, ezek nem működnek, ezek betegséghez fognak vezetni. Hogy hát tudod, ez a kapcsolat nem annyira passzentos, jó lenne egy kicsit inkább, tudod, ezt meg ezt, akkor mondjunk búcsút, de hát ő fizeti a kocsi havi törlesztést. Hát biztos, akkor lehet, hogy szeretem. Á, igen, szeretem. És
bemeséljük magunknak ezt, mert félünk attól, hogy azt a komfortot, vagy valamit el fogunk veszíteni. Ezért ilyen manipulatív az ember. Tudod? És mikor egyre gyógyulunk, és egyre egyenesebbek tudunk lenni, már tudom, így megteszem a lépést. Vagy veled, vagy nélküled, most tök mindegy. Ez arról szól, hogy én a teremtőt szolgálom, nekem ez az utam, ha jössz, jössz, hanem akkor múzsacsok. És ahogy az indecision, tehát a döntésképtelenség ugye nagyon sok mindennek az egyszeri, hogy mondjam, így a közreműködése. Hogyan néz ki egy olyan embernek az élete, aki mondjuk kitisztította teljesen az elmét, mondjuk akkor vegyünk téged példának, és feloldottad az összes traumádat, ami a veszteséggel és halállal kapcsolatos, akkor ez azt jelenti, hogy te már nem kerülsz olyan döntéshelyzetbe, ahol le kell mondanod, és veszteségnek éred meg, és a másik kérdésem az, hogy hogy oldod meg azt, hogy senki se halljon meg körülötted. A másik vagy... részt nem tettem. A másik tehát, részt nem. Mert hogy ide tartozik a halál is, mint trauma, tehát azért az ember, ahogy megy előre az élete során, előbb vagy utóbb, fog traumatizálódni, mert el fog veszíteni embereket. Ezzel ezt akartam ugye mondani. Okay. Aki kitisztította az elméjét, annál ez hogyan jelentkezik másképp? Úgyhogy nem sietek, például mikor döntés hozok, akkor nem arról szól, hogy úristen, úristen, gyorsan, 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 valamit tudod, a kapkod. Amikor tele van az elménk, akkor a kapkodunk. Nem szép, nyugodtan szóval, figyelj, átvizsgálom logikusan, nem félek meglépni. Tehát én már elmébe megléptem a lépést. Sokkal bátrabbak vagyunk, sokkal merészebbek vagyunk, és sokkal inkább be fog jönni az, amit akarunk, mert nem hozzuk a batyut, nincs ez a félelem. Minden félelmi rezgés valamilyen szinten manifestálódik itt is. Minél tisztább és jobb dolgot akarunk manifestálni, annál kevésbé tudjuk megengedni magunknak azt, ezt a régi, tudod, a traumákat, hogy hozzuk magunkat. Ez az egyik. A másik, a halál az egy nagyon érdekes aspektus, mert igazándiból biztos hallottad már te is, hogy nincsen halál. A fizikai test azt mi levesszük, és lépünk tovább. De maga ugye a lélek, maga az örök élet, tehát az megy tovább. A halálnak a koncepciója az egy nagyon-nagyon érdekes valami, mert igazándiból ez az ego, nagyon mély egónak egy trükkje. Késztet minket, vagy mi a jó szó, hogy mikor valaki nem cikiz, hanem piszkál, hogy tudod, meg akarsz halni? Meg tudsz halni? Nem akarsz? Tehát ez az egónak egy nagyon nagy komoly trükkje, és akkor az is egy... Okay. Tehát mi félünk a haláltól, az majd egy másik eladás lesz, ugye, mert annak megvan a maga pszichológiája, viszont mikor attól félünk, hogy valakit elveszítünk, valakinek a halálától, annak meg megvan a más pszichológiája. És ez azért nagyon érdekes, mert ha például az ember ugye szereti a családját, legalábbis mi ezt mondjuk, aztán akkor ott vannak az erőharcok, meg az összes többi árny, meg az archetype, az archetípus történetek, de mikor valaki például elhunyt, akkor nem tudjuk addig elengedni testben, lélekben, szellemileg, meg energetikailag ezt az embert, amíg mi fel nem dolgoztuk ezeket a ki nem hevett veszteségeket. És megint mi, ez rosszul arról, hogy nagyon-nagyon-nagyon mélyen itt lent az elmi, az ego tombó. Hisztizik, dühös, mérges a teremtőre. Hogy csinálhattál ilyet? Elvetted az anyámat. De nem anyának, meg volt a lélekszerző, hogy anya el akart menni. És ez a... Mikor mondtam, hogy elhagytuk az Istent, ugye a másik traumára, ez azért is egy érdekes, egy másik aspekt, elkezdtünk mi ezután Istent játszani. Istent és Istennőt. Majd én megmutatom, majd már ezt így kell csinálni, látod? És a teremtő nélkül éltünk most már hány tízezer éve, vagy millió éve, és ez a halál, a haláltól való félelem, a fájdalom, ez a szomorúság, ez a nagyon dő, ez az egónak ez a dű. Hogy játsszuk az Istent, hogy az anyunak még itt kellett volna maradni, és tehát a teremtőt káromoljuk valamilyen szinten háttérben, hogy tehetett ilyet, hogy elvette ezt meg ezt a szerető családtagot. Értem. Robi,
Nagyon szépen köszönöm, Mára. Nagyon izgalmas beszélgetés volt ismét, és akkor a 8-as számú traumával folytassuk a következő adásunkat. Okay. Köszönöm szépen. Köszönöm én is. Ja, Robi, sziasztok! Szép, szép, szép.